A Mikulásváró délután folyamán számos programon vehettek részt a gyerekek, volt légvár, mesekuckó, kirakós és rakozási lehetőség is, de az őket kísérő felnőttek sem unatkoztak, hisz a belépőjegy megváltásával koszorút készíthettek, amíg csemetéik jól érezték magukat. Mikulásváró rendezvényt hagyományosan itt a mikulási időszak előtt szoktuk rendezni, és hát ez egy elsősorban természetesen helyieknek szóló rendezvény, a helyben a város gyermekeit szeretnénk ezzel megörvendeztetni. A Mikulásváró délutáról nem hiányozhattak a Hévízi Szépkorúak Vidám Társaságának tagjai sem, akik mosolyt varázsoltak a gyerekek arcára. Mi vagyunk a Mikulás Mamik, a Hévízi Szépkorúak Vidám Társaságát képviseljük, abból a meggondolásból, hogy szeretnénk a hidat erősíteni a különböző korosztályok között, és együtt örülni a gyerekekkel. Ők töltekeznek velünk, mi meg töltekezünk velük. Nagyon jól érezzük magunkat. Itt most éppen célba dobás van, nagyon élvezzük, kicsik és nagyok. A nagyobb gyerekek is szinte kisgyermekké változtak, és izgatottan várták a nagy szakállút. Hát, jól viselkedtünk, nem mindig, de néha. Nagyon várjuk már a Mikulást. Hát én várom a Mikulást. Nem mondom, hogy nagyon jól viselkedtem, de biztos jön. Én is nagyon várom. Hát én is olyan mondom azt, hogy jól viselkedtem, de nagyon várom, igen. Végül megérkezett a várva várt Mikulás, akit a gyerekek már nagyon vártak és énekkel fogadtak. A Mikulás aztán felhívta a gyerekeket maga mellé a színpadra, ahol átadta nekik az ajándékait. Az esemény végén az Áldás Együttes Mikulásváron műsorát láthatták a jelenlévők.